the night, a rider came from the ocean. Was it just imagination made me fall in love with a perfect stranger? Proptech szerviz és tuning műhely, általános motorszerviz, teljesítménymérés, gyorsasági, cross és gyorsulási versenymotorépítés. Kispataki Viktor Superbike VB versenyző ajánlásával. Proptech szerviz és tuning műhely, Esztergom Kertváros, www.proptech.hu. A Motorshow egy robogós rovat támogatója a robogomagazin.hu oldal, ahol folyamatosan frissül a robogós, bringás és Simpson rovat. Szólj hozzá te is! A robogomagazin.hu webshopjához 2000 négyzetméteres, több mint 10.000 terméket tartalmazó raktárkészlet biztosítja a folyamatos termékellátást országos viszonteladói rendszerrel. Robogomagazin.hu, legalább két kerékkel több! 2009-ben utcán még ezzel a motorral nem találkozhattatok, még csak a Superbike világbajnokságon akkor is az első próbai volt. Lépegetett a csapat előre, próbálgatták, hogy hogy is lehet az élvonalba törni. 2010-2011-ben aztán szépen lassan jöttek a sikerek, míg nem 2012-ben már olyan nevek húzzák a gázt a BMW gyári csapatában, mint Haslam és Melandri. Amióta ez a nagy válság elkezdődött, mindenki behúzta a kéziféket, főleg a sportmotorok terén. A BMW viszont rátett egy lapáttal és följebb kapcsolt egy sebességet, ugyanis a 2010-ben kijött verziót 2012-re már is frissítették. Mivel egy vérbeli versenygépről van szó, hova máshol mehetünk volna el vele motorozni, mint a Pannonia Ringre. Amit egy átlag motoros észrevehet, hogy milyen változtatások történtek, az leginkább a váltó elektronikánál tapasztalható. Még könnyebben veszi a sebességet, ugye ezen a motoron található meg először a széria motorok közül az a váltó elektronika, amikor hatodikig kitekered a gázt, és nem kell húzogatni a kuplungot, se a gázkart elengedni, csak pöcögtetni bele a sebességet egészen a végéig. Nagy a valószínűsége annak, hogy a BMW gyár a legtöbb visszajelzést a kipörgés gátlóval kapcsolatban kaphatta, ugyanis ennél a verziónál már, hogyha kikapcsoljátok, akkor nagyon jókat lehet egykerekezni. Nagyon erős sportmotort most már mindenki tud gyártani, az összes japán vagy más országok beli gyártó, de vajon mitől lesz jó egy ezres utcára is és versenypályára is szánt gép? Az első mindenképp a kényelem, hogy komfortos legyen, ugyanis amikor pályán izzasztod ezt a motort, illetve magadat, akkor ki kell bírni azt a 20-30 percet, nem árt, hogyha azt derékfájással, válfájás, nyakfájás nélkül lehet megúszni, ehhez kell egy nagyon jó lábtartó ülés és kormány pozíció. Ennél motornál megvan, ez az a gép, amire ha ráülsz, akkor azonnal érzed, hogy az a testhelyzet, amiben vagy, az nem lesz fárasztó, és nem ezen jár az agyad versenypályán kanyargás közben, hogy mikor lesz már vége, meg kényelmetlen, mikor találod meg a pozíciót, nem kell 2-3 kör, hanem ahogy ráülsz, a bemelegítő körben már azonnal otthon érzed magad rajta. Nagyon fontos az erő leadás adagolhatósága, a pontosság, illetve az, hogy az az erő mikor jön ki ebből a motorból. 14.000-et forog a BMW S1000 RR, 7-8.000-től jön meg az az erő, amit már illik uralni, viszont megfelelő finom gázreakcióval ez könnyed ezen a gépen. A kényelem és erő leadás mellett a legfontosabb a motor pontos irányíthatósága. A futóm és a váz játszik ebben legnagyobb szerepet, a vázat ugye nem lehet állítani, a futóművet viszont igen, BMW-nél fölül a felső szelepelést és az alsót is lehet állítani. Külön-külön megkönnyítették a dolgunkat, akár a slusszkulccsal lehet forgatni, és körbe meg van számozva 10 fokozóban állítható az egész, tehát nem kell a régi módon számolgatni a klikkeket, hanem itt mindig fel tudod jegyzetelni, hogy hova is állítottad be, utcára vagy versenypályára. Vannak olyan apróságok a sportmotorokon még a mai napig is, amit hogyha valamelyik gyártó kitalál, azonnal lefoglalja, levédeti, hogy mások ne tudják használni, és óriási előnyt biztosít a gazdája számára. Ilyenek ezek a
apró kis légbeömlő lyukak, amik azt a célt szolgálják, hogyha 200 fölötti tempóval megyünk és bebukunk az idom mögé, akkor ne keletkezzen a plexi belső rész és a sisak között légörvény, ami berázhatja a fejünket, ezáltal rontja a látást. Ennél a motornál akár 250 km-es sebességgel is lehet úgy menni, hogy teljesen tiszta a kép. A 2010-es BMW S1000 RL világ premierjén a BMW mérnökei elárulták nekünk, hogy 5 éven át fejlesztették ezt a motort, mire kidobták utcára. Párhuzamosan folytak a fejlesztések a Superbike VB-s géppel. De hogy mi az igazi különbség az utcai és a versenymotor között? Megkérdeztük a legilletékesebbeket, a BMW gyári versenyzőit a Superbike-ból, Haslemet és Melandrit. Természetesen kipróbáltam az utcai motort, Mizánóba hajtottam meg először. Az ereje elképesztő, hihetetlen köridőket lehet vele menni, sok minden változott ezen a motoron, például sokkal keményebb, ennek a motornak nem kell, hogy kényelmes legyen, hanem csak gyorsabb. Ezen a motoron minden jobban egybe van, és minden sokkal keményebb és gyorsabb, például a motor és a fék. De mint ahogy mondtam, le voltam nyűgözve ettől a motortól, sokkal jobb, mint amire gondoltam. A Superbike versenymotorom és az utcai között az a különbség, hogy a versenymotoromon nincs tükör. Gondolkodom rajta, hogy beszerzek egyet, hogy a haverjaimmal tudjak néha egy jót tekerni. I hope to get one to be able to ride with friends sometimes. 20 évvel ezelőtt a Nimbus-t úgy hívták, hogy CBR 900 RR, a 2000-es évek elején úgy, hogy GSX-er 1000, 2010 után a Nimbus neve BMW S1000 RR. Erre a legnagyobb bizonyíték a Superbike VB Brünnői futamán Melandri győzelme. Nagyon szépen köszönjük a BMW-nek, hogy meghajtattuk a 2012-es S1000 RR-t, valamint, hogy részt vehettünk a Superbike VB-n, és örülhetünk együtt a BMW sikereinek. Így tovább, köszönjük! Meglepően indultam a reggelünk, a Potolány Száva Robogó Rócsó 5. állomásán Mosó-Magyaróváron szakadt az eső reggel 9 órakor, és mégis gyülekeztek a robogók, mintha nem is lenne semmi, és a verőfényes napsütés lenne. Te voltál az első érkező, tehát reggel, mikor kinéztek, akkor gondoltad, hogy itt leszünk? Mert mi nem. Én igen. Én megmondom őszintén, én úgy voltam vele, ha szakadt az eső, hanem én akkor is jövök. Neked egész különleges technikád volt, elógattad a lábad végig majdnem a pálya hármelyed részén. Nem szereted letenni a lábad fix helyekre? Nem azt nem szeretem letenni, hanem sokat néztem régebben, meg még most is a Superbike-ot, illetve a MotoGP-t, és nagyon sokszor láttam, akár a Troy Bayliss-nél vagy a Valentino Rossi-nál, hogy bemennek a kanyarba, kinn a láb, esetleg lenne a térd, aztán az ugye a súlypontban sokkal jobban eligazít, és megpróbáltam hasznosítani, és úgy néz ki eddig, hogy sikerült, majd meglátjuk az időben. Ádám, neked nagyon kicsi a motorod, és ez előny a szűk bólyapályán, hogy érzed? Hát az, csak a gumik nagyon csúsznak ezen, roller gumikkal nem lehet annyira jól menni. Néztem a technikádat, elég stabilan és pontosan mész, nagyon keveset hibáztál. Indultál már ilyen jellegű versenyem? Ez az első. Mit kell tudnunk a motorod és róla, hogy ilyen jól összefortatok? Hát sima 50-es, most vettem egy 2-3 hónapja, most mentem vele először itt ilyen versenyen, hát nem tudom, más nem. Mit kell tudnunk erről a gépről? Koreai Hyosung Karion. 125-ös négyütemű, 12 lóerő nagyjából. Bírja a strapán? Még nem tudom, igazából 8000 km van benne, úgyhogy majd kiderül 30000 múlva. Én már 7 éves korom óta motorozok, crossoztam idáig, tőlem távol ez a utcai motorozás igazándiból. A robogóm az, hát apósom, mert én egy nagy motorral jöttem, azt most hamar náluk letettem és lenyúltam a övét, úgyhogy ha ez látni fogja a tévében, akkor biztos megveregeti a vállamat. A Robogó Rócsó a neve ennek az egész rendezvény sorozatnak, de azért nem csak robogókat engedünk el, főleg amikor megjelenik valaki egy ilyen csodálatos járgánnyal, mit kell tudnunk rólad, illetve a motorodról? Hát ez egy D-Chapel, 125 köbcentiméteres motor, 1957-es évjárat és körülbelül 2 éve fejeztük be a restaurálását. Itt mentél vele egy pár kört, egyébként olyan stabilnak tűnik a gép, de semmi, se motorikusan, se futóművel nincs megingás benne. Úgy nincs probléma vele, de csak kicsit hosszú a járgány, aztán itt a bójákat elég nehéz volt kikerülni. De hát úgy gondolom, hogy ez egy szép dolog, nem? Hogy megmutatod itt a városnak, hogy azért van üzemben még ilyen Verda itt közel 60 évesen. Igen, büszke vagyok rá, úgyhogy. Úgyhogy, hát hajrá neked, Csepelek!
után majdnem, hogy a legszakadtabb robogóval, meg a legkisebb, és mégis legyűrte itt egy csomó, sokkal jobb robogós srácot. Minek köszönhető? Jó a robogó, kicsi, könnyen lehet vele fordulni, meg én is jó vagyok. Hát keveset hibáztál, tehát számított ennél jobb helyezés? Mert ez előbb is azt mondtad, hogy a harmadik legalább a top 3-ban benne lenni, ez sikerült. Nem gondoltam volna, nem. Ezzel elégedett vagyok. Gratulálunk, köszönjük szépen! És rád azért elmondom neked, hogy tettünk egy voksot, mert ő mindig hibázott, aki elsőt most per pillanat, az István mindig hibázott a gyakorláson, és te hiba nélkül mente végig itt mindig. Nagyon kevesen maradt el, és egy bója érintésed volt, és ha bója érintés nincs, akkor is egy-két tizeddel lettél volna lassabb az Istvánnal, ami nagyon jó eredmény, úgy gondolom. Hogy értékeled? Én is nagyon jó eredménynek értékelem. Most vagyok először ilyenen, úgyhogy nagyon jó. El kéne gondolkodnod egyébként valamin, hogy elindulsz több ilyen ügyességi versenyen, mert ebből még szerintem simán lehet valami. Igen, igen. Jövőre biztos jövök, hogyha lesz. Akkor megszervezzük csak miattad, jó? Hogy így menjünk tovább. István, neked meg gratulálok, mert te nem hiába jöttél el Székesfehérvárról ide Mosonmagyaróvára. Azt szeretem, hogy első legyen, sikerült. Azért a gyakorláson nagyon durva sokat hibáztál, nem is volt olyan köröd, hogy ne hibáztál volna. Tudom. Direkt. Azt se értem, hogy elsőnek megint tudod, hogy nincs. Múlt kor aztán versenyen próbáltam hibátlanul. De aztán gyorsan már begyakoroltam, akkor már csak hibátlanra kell csinálnom. Mit szólsz hozzá, hogy a közönség egyedül téged tapsolt meg itt a futamod végén? Hát nagyon köszönöm nekik, úgyhogy nem tudok mit szólni hozzá. Hát gratulálunk mindenkinek, aki részt vett, eljött, illetve helyezést ért el. István, várunk téged Budapesten, majd leegyeztetjük, hogy mit, hogyan. Ez volt a Mosonmagyaróvár Robogó Roadshow. Legközelebb Szegedre megyünk augusztus végén, nézzétek a robogomagazin.hu-t. Minden dátum föl lesz, és várunk oda titeket. Ez volt már a Motorsó, egy fantasztikus élmény volt itt a BMW Boxban a Superbike VB Brunói futama alatt. Köszönjük a BMW-nek a meghívást, Motorsó egy legközelebb szeptemberben elmegyünk egy kicsit nyaralni, addig is találkozunk a Facebookon vagy a motorsó1.hu-n. Sziasztok! Ciao!